Felújítják Tatabánya óvárosát, három helyszínen már megkezdődtek a fejlesztések. Ennek tiszteletére három fát is ültettek, Bencsik János országgyűlési képviselő vezérletével, Schmidt Csaba tatabányai polgármester és Sesták Miklós fejlesztési miniszter ragadott társót, hogy a május 1 parkban elvégzendő munkálatokat jelképesen megkezdje. Átalakítják ugyanis a parkot, ahol többek között a szabadtéri színpad felújítása mellett új játszótér és szökőkút épül, térfigyelő rendszert is kiépítenek majd. A park szomszédságában működő Móra óvoda energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése is megvalósul, sőt a régi községház épületét is felújítják, de a legfontosabb a tatabányaiaknak a szabadtéri színpad megtartása. Egy mobil szabadtéri színpadot építünk mobil nézőtérrel, de ez mind alkalmas lesz arra, hogy ugyanolyan jó hangulatot teremtsen. De azt is hozzá kellett tennünk, hogy egy szabadtéri színpad az évnek egy bizonyos szakában használható, és szerettünk volna egy olyan parkot létrehozni, ami teljes évben kiszolgálja a környéken élőket, a teljes várost. Ezért egy nagy szökőkutat és egy tematikus játszóteret terveztünk a parkba. A városrész felújítása több mint 1 milliárd 300 millió forintba kerül, amelyet a magyar állam finanszíroz. Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter szerint szükséges minden támogatást megadni a jó kezdeményezésekhez. Beszéltünk a bányászatról, a szénről, szükséges arra, hogy olyan beruházások is megvalósuljanak, hogy nem csak a gazdaságot tudjuk fejleszteni, hanem az itt élők életminőségét is. Ez a park szerintem az egyik legjobb példája ennek. Reményeink szerint, hogy elmondták az előttem szólók is, nagyon sokan fognak kéz a kézbe sétálni unokákkal, gyerekekkel. Ezért kell a park. A kivitelezés ez év április végén kezdődött, és várhatóan jövő év júniusára fejezik be a munkálatokat.